Bár a legtöbb szektor számára enyhítéseket hoztak a beoltottak számához kötött szabályváltozások, az edzőtermek kivételnek számítanak. Eddig a sportolói igazolással rendelkezők eljárhattak edzeni, ezután viszont csak a védettek és a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak látogathatják a termeket. A stúdióban Nyárasdi Zsolt és Szedlacskó Ádám. Gyors helycserét követően elnök és alelnök, itt van Nyárasdi Zsolt, a Maforce elnöke, és Szedlacskó Ádám, a Maforce alelnöke, a FlexGym tulajdonosa. Jó estét kívánok! Ádám, amikor legutóbb beszélgettünk Arnold Schwarzenegger részvételével, akkor a termek zárva voltak, és ön arról beszélt, hogy nem biztos, hogy sikerült talpon kihúzni ezt az időszakot. Most, hogy úgy tudom bemutatni, mint továbbra is a FlexGym tulajdonosa, ez akkor maga a siker, nem? Hát ideig igen, tehát a november-decembert azt túléltük, majd ezután következett az a versenyengedéllyel való edzés, amit nem neveznék rossznak, törvény adta lehetőséggel élve, mindenki leszerződött valami szövetséghez, és eljöttek sportolni. Ha ez nincs, akkor nincsenek az edzőtermek. Tehát az biztos, hogy a mai napig mindenki csődbe megy. Tehát ez volt az egyetlen benchmark. Budapesten valaki kijön nullára, vidéki termek ezt nem mondhatják el, tehát folyamatosan mínusz termelünk azért. Tehát ez egy helyben topogás, de legalább van, tehát én ezért hálás vagyok. Jó, de most úgy tűnik, hogy változik a helyzet, majd mindjárt beszélgetünk erről. Zsolt, azt lehet-e tudni, hogy hányan dobták be a törül között? Tehát hány olyan terem van, aki már soha többet nem tud? A csatlakozott termény közül nagyjából 5-8% közé tehetjük azt, akik eddig becsődöltek. Erről szervezetünknek a főtitkára, dr. Kis József különböző gazdasági fórumokon tartott és statisztikai bemutatót. Jelentős ez a szám. Ezek már vagy értékesítik az eszközeiket, vagy magát az egész vállalkozást, de ugye ebben a helyzetben ez a szám tovább fog növekedni, hogyha a hétfőn megjelent rendelkezéseket hatályba is léptetik. Tehát szeretnénk javasolni, hogy a védettségi igazolásokkal rendelkező vendégek mellé az már eddig is versenyszerű vagy versenyző igazolásokkal rendelkező sportok is járhassanak. Mert hogy ugye csalódottan vették észre, hogy a mostani lazítás az könnyen lehet, hogy az edzőtermek életében szigorítást hoz hozzá. Ez egy lépés előre, ez három hátra. Tehát ebben mindenki alól kicsúszik. Mert hogy ugye az a javaslat, hogy csak védettségi igazolványal lehessen. És ugye én ezt megint végig gondoltam, ugyanúgy mehetünk a svéd áruházba a hotdogot venni, bárki bemehet, megint a szolgáltatókkal, illetve az edzőtermekkel van kiszúrva, úgymond, mert én azt mondanám, hogy aki nincs beoltva, vagy nincs még a kártya, az jöjjön le maszkba, edzen maszkba, de legalább ott legyen, mert testi, lelkileg ez kell neki, és akinek van védettség, az meg edzen maszk nélkül. Meg lehet oldani, tehát én ezt látnám javaslani. Jó, én ezt értem, de azért uraim, tulajdonképpen mégiscsak az, hogy gyakorlatilag mindenkiből igazolt sportolót csináltak, ez egy kiskapunak a kihasználása. Tehát ez olyan, mintha minden vendéglő mindenkit felvett volna szakácsnak, és akkor attól kezdve lehet. De senki nem segített nekünk. Mi nem kértünk anyagi segítséget, mi nem kértünk támogatást, így oldottuk meg, de még egyszer mondom, ez nem egy hamis útlevél, hanem ki ahova tudott, befizette a tagdíjat, elment sportolóként, most az, hogy ő nem fog elindulni egy országos vagy nemzetközi versenyen, az a másik dolog, de teljesen legálisan van mindenki leigazolva mindenhova. Én ezt abszolút másképp látom, egyértelműen nem tekinteném ezt kiskapunak. Hogyha megnézzük gazdasági oldalról ezt a kérdést, ugye, úgy festik fel, vagy egy-két megjelent olyan cikk, amiben úgy festik fel, hogy hát itt nincs probléma, hisz egy-két terem dübörög és nagy számokat produkál. Vannak regionálisan olyan termek, amelyeket ez nem sértett meg. Vannak regionálisan olyan termek, amelyeknek a száma a nullához közelít. Nem pozitívban van, hanem a nullához közelít, de a termek 80%-a, tehát a túlnyomó többsége, az még a nulla, a rentabilitási pontot sem éri el, ezzel a versenyzői engedéllyel sem. Hogyha ezt a részt is elveszik, és abszolút csak a védettségi igazolásokkal lehet majd a termekbe járni, mi úgy gondoljuk, hogy ez a szám drasztikusan csökkenni fog. És ezáltal még több terem fog csődbe menni. Ádámnak volt egy félmondata, amiből én arra következtettem, hogy mintha úgy éreznék, hogy itt kifejezetten ezzel a szektorral akar kitolni. Igen, és én... De hát ez egy sportbarát kormány. Tehát 10 éve azt hallgatjuk, hogy miért épül annyi stadion, miért épül annyi atlétikai csarnok, és így tovább, és így tovább. Miért akarná? Mi nem focizunk, ez edzőterem, illetve én nem csak kimondottan akkor az edzőtermekért szólnék, mert itt van
funkcionális edzés, crossfit edzés, küzdősport, stb. Stb. Pingpongoznak emberek, minden ami sport. Én jelenleg mindent támogatnék, ami sport, és nem elvennék, mert ettől lesz az embereknek immunitása, legyen az oltása vagy anélkül, a sport az egyetlen dolog, amivel tudjuk magunkat erősíteni. Ezt saját tapasztalatban most mondom a vírus után. Én azt gondolom, hogy a kormány egyáltalán nem akar velünk kiszúlni. Azt azért tisztába tehetjük, hogy ezek a szövetségek, amelyeket a szektorunkat képviselik, ezek nem régen alakultak. És nem volt még lehetőség, vagy én azt gondolom, hogy most van az ideje annak, hogy olyan kommunikációs csatornákat kialakítsunk a kormánnyal, amelyben meg tudjuk mutatni a mi oldalunkat is. Tehát nem volt ez a szektor potenciálisan semmelyik minisztérium alá. Tehát nem ültek a tárgyalóasztalnál, és most abszolút szeretnénk, mert a nyitási protokollra is van egy több lépcsőből álló nyitási protokollunk, aminél azt elfogadhatónak tartjuk, hogyha ez a 4 milliós beoltottsági megnyitás után a versenyzői engedélyek mellé teszik ezt a védettségi igazolást. Az egy első lépcsőnek jó, de nyilván a cél az, hogy azokat az állapotokat érjük el újra, ami a Covid előtt volt. Tehát a mindenfajta igazolás nélküli terembejárás. Tudjuk, hogy ez az oltottsági szintektől függ, és ugye, amíg nem érjük el a nyáimmunitást, addig ez valószínűleg nem is fog megtörténni, de addig a lépcsőkben szeretnénk egy ilyen együttműködési folyamatot vagy kommunikációt kezdeni a megfelelő kormányzattal. Hármunk közül én nem vagyok testépítő, és ezt szerintem nem kell elmondani, ez látszik is. De hogy maszkban ezt nem lehet csinálni? Lehet csinálni, én szerintem az emberek már mindenre hajlandóak, csak mozoghassanak, mert a téli időszak után valaki nagyon sokáig, hónapokig nem tudott mozogni, és lelkileg teljesen depressziósak, nem voltak jól az emberek. De ez nem csak arról szól, hogy ki hogy néz ki, ez egy stresszlevezetés, egy társadalmi életet élni, ott beszélgetnek, ezt nem lehet így megvonni. És én szeretném kérni itt a rendelet előtt a kormányt, hogy ezt gondoljuk újra ezt a részt, hogy a versenyengedéllyel rendelkezőktől ne vegyük el az edzés lehetőségét. Ez nagyon fontos. Eddig ment a nagy esetszámoknál, most, hogy elérjük majdnem a lakosság felét, most visszaveszünk. Ezt én nagyon szeretném kérni, hogy gondoljuk újra, és gondolják újra, és érdemes. Nem az edzőtermekért, csak az emberekért. Tehát, hogy a mentális egészségnek nagyon része. Nagyon fontos. Uh-huh. Egy másik oldalról is érdemes megnézni, hogyha a Covid utáni általános társadalmi egészségügyi szintet szeretnénk visszaállítani, akkor kézenfekvő, hogy ezek a létesítményeknek létjogosultsága lesz ebben a folyamatban. És addig olyan döntéseket kellene hozni, ami segíti azt, hogy ne menjen tönkre a szektorunk. És megvan a kész tervünk, csak várjuk a kommunikációs fél másik részét. Hát holnap akkor valószínűleg ott okosabb lesz, látom, hogy még valamit szeretett volna mondani. Igen, mint Mafort, ezt megbeszéltük az elnökségi tagokkal, hogy szeretnénk az egészségügyi dolgozóknak az egyéves munkahelyet felajánlani 100 millió forint értékben két hónap alatt lejárható bérletcsomagot. Tudjuk, hogy most fáradtak, nem biztos, hogy ez a legfontosabb, de van egy ilyen felajánlásuk a számukra. Illetve még a végén megjegyezem, hogy Maforce az, aki 700 edzőteremmel van kapcsolatban, és a Dekert Áronféle Plexi társaság, hogy ők senkivel nem egyeztettek, és úgy hoznak döntéseket a mi nevünkbe beszélve, tehát ma is megjelent egy cikk, semmelyik edzőterem nem mondott rá semmit, illetve ez az úriember nem rendelkezik edzőteremmel se, és nem is edz. Tehát ez olyan, mint a vívó szövetségnek, én azt mondanám, hogy most fával botozzanak. Tehát, hogy szeretném itt tisztába rakni a dolgokat, és ez az utolsó pillanat, meg jó, hogy tényleg megmaradjanak az edzőtermek, ma ez bejön ez a rendelkezés, se az embereknek nem lesz jó, se nekünk. Ha van még fél perc, akkor ezt kiegészíteném. Jó, akkor nagyon sietek. Tehát most folyamatosan frissül az a lista a Maforce oldalán, amelyhez csatlakoztak azok a termek, amely az egészségügyi dolgozók számára ingyenes bérletet fog felajánlani. Bár tudjuk azt, hogy az elmúlt egy évben aludni se volt megfelelően idejük, tehát emberfeletti teljesítményt nyújtottak, és ezt köszönjük szépen ezúton is nekik. És ezen kívül még azt szeretném én is jelezni, hogy van egy másik érdekvédelmi szövetség, aki úgy beszél a termek nevében, hogy nem tudjuk, hogy kik állnak mögöttük. Írtunk az elnökségi tagjaiknak is, egyeztettünk velük, és ők sem tudják, hogy miért kommunikál, hisz megkérték két hónappal ezelőtt azt a szövetségi vezetőt, elnököt, hogy ne kommunikáljon a nevükben. Nem tudjuk. A mi 700 termünk, az biztos nem áll kapcsolatban. Egy záró mondat minden ember érdekében. Elsők vagyunk, vagyis élen vagyunk Európában az oltással. Én szeretném, ha élen lennénk abban, hogy lefogynak az emberek, nem lesznek cukorbetegek, érrendszeri problémával rendelkezők, stb. Tehát érjük el ezt is, vegyük rá mindenkit sportra, szeretnénk mindenkit fejlődni, sportoljon mindenkit.
Egy nappal a döntés előtt rövid figyelemfelhívás. Köszönöm szépen Nyárasdi Zsoltnak és Szedlacskó Ádámnak a beszélgetést. Rövid búcsú következik, az egyenes beszéd ezzel véget ér, de kezdődik Jakubcsek Gabriella műsora. Őt látják a folytatásban. Én elköszönök Önöktől, minden jót, viszontlátásra!